közel 60 színpadi produkció, 4 zsűri és telt ház. Az idén is megrendezett kőbányai Senior Ki mit tud elődöntőjén 5 kategóriában indulhattak a Budapestről és vonzás körzetéből érkező 55 év felettiek. Ennek az eseménynek, ahogy a döntőnek is, a Kőrösi ad otthont. Összefoglalónkban a tánc kategóriában indulók produkcióiból láthatnak egy válogatást. Sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a Senior Ki mit tud. 58 fellépő volt ezen a mai versenyen. Köztük zenével, tánccal, énekkel, verssel, és volt még egy különleges bűvészmutatvány is, valamint egy fotografika kivetítése zenei aláfestéssel. Folyamatosan figyelve az, hogy azért a nézőközönség, mert hát mi az előadónak a legfontosabb, hogy a nézőközönséget megszerettesse az előadását, azt figyelve legjobban a végén egy bűvész előadás volt, ami nagyon nagy sikert aratott, valamint ez az operett és ének, ami külön kategória volt itt, az is nagyon tetszett a közönségnek, és nagyon nagy sikert aratott. Úgyhogy ezek voltak, amiket ki lehet emelni, hogyha egyáltalán ki lehet emelni itt a számtalan produkció közül. Mindegyik nagyon jó alkotás volt a maga nemében. Legfontosabb szempontok nekem az voltak, tehát maga a kiállás, a felkészülés, maga a hogyan tudja átadni a közönség számára az ő művét, az ő versét, az ő táncát, zenéjét, hogyan tud egy pillanat alatt megfogni és magával ragadni. Ezek voltak az én főbb szempontjaim itt a zsűrizés alatt. Fantasztikus verseny, ez azt hiszem, hogy mindenkinek szólhatna a kerületben, tehát hogyha megszületnek a döntéseink, és szerintem ez egy nagy meccs lesz, akkor nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha nagyon sokan megnéznék és megtöltenék a színháztermet, mert itt a kor szinte semmit nem számít. Tehát itt voltak olyan szépkorúak, akik egy pillanat alatt átlényegültek és megfiatalodtak, úgyhogy én néha könnyes szemmel, örömömbe meghatottan néztem végig a produkciókat, mert hát szeretnék én ilyen fiatalos lenni ebben a korban, és ezeket a nagyszerű produkciókat tényleg érdemes lesz értékelnünk, és nagyon jó volt, hogy láthattuk.
jellegű produkciók varázsolták el leginkább a zsűri szívét és a nézőközönségét. Tehát gondolok arra, hogy aki énekelt, aki táncolt, vagy esetleg szavalt. Ez teljesen szubjektív, szerintem mindannyiunk, aki a zsűribe vagyunk, mindenkinek más ízlésvilága van, remélem fog egyezni néhány dologban. Hát nagyon sok volt ez a nagyszerű produkció, amit láthattunk, és nem fáradtunk el, ez óriási dolog. A táncok, amik ugye már a második felvonásba kerültek színre, azok tulajdonképpen még jobban földobtak bennünket, hogy ennyi látvány és ennyi energia ilyen korban még elképzelhető, ez nagyon-nagyon biztató. Úgyhogy, de a versek, az egyéb produkciók is mind-mind annyira különleges világot nyújtottak, és annyira jó volt nézni és hallgatni őket, hogy azt hiszem élveztük. Pontot adhatott maximum a zsűri egy-egy produkciónak, és ki volt önnél a kedvenc? Mindenképpen meg kell kérdeznem. 1-10 pontozhattunk, és azt nem mondom el, hogy ki a kedvenc, de a táncosok közül van. Holott nem ez az én műfajom, hanem a versre kellett leginkább odafigyelnem, de azok közt is voltak fantasztikus produkciók, de egy olyan tánc van, ami teljesen elvarázsolt látványában, könnyedségében. Az elődöntő versenyzői közül 20 produkciót választott ki a zsűri, akik majd a döntőn is megmutathatják tehetségüket. A Szent László Gimnázium fennállásának 110. évében ismét jótékonysági bált szerveztek. Az estet a tantestület, a szülői szervezet és az összefogás a Szent László Gimnáziumért alapítvány rendezte. Az esemény szárvendége Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész, énekes volt. A jótékonysági est bevételét a Balatonszepezdi tábor fenntartására fordítják. Mit jelent ez pontosan, mire gyűjtenek éppen?
Az iskolának 1980 óta van egy táborhelye Balatonszepeszden. Ez egy 40 fős faházas kis tábor, ahol egész nyáron a diákjaink üdülhetnek, illetve szaktáborokban vehetnek részt. Ennek a tábornak a fenntartására, a korszerűsítésére gyűjtünk pénzt, és hát a bálnak a bevétele az arra megy. A fiatalok nem csak ebben a táborban üdülhetnek, kirándulhatnak, hanem mivel UNESCO asszociált iskoláról beszélünk, ezért nemzetközi kapcsolatokkal, együttműködésekkel is bírnak. Mit jelent ez? Pontosan hová szerveznek különböző utakat, és mit jelent ez az iskola életében? Az iskolánkban 6 különböző idegen nyelvet tanítunk, és a nyelvtanulást igyekszünk hasznosíthatóvá tenni a gyerekek számára már a gimnázium évek alatt, úgyhogy több uniós projektben is részt vesz az iskola, jelenleg 2 ilyen uniós projekt fut, illetve rengeteg kapcsolatunk van, elsősorban a tanárok személyes ismeretségei révén, úgyhogy diákcseréket, nyelvtanulás célú utazásokat szervezünk a diákoknak. Nem sokára, áprilisban Lászlós hét lesz, Lászlós programokkal és UNESCO felkészítő eseményekkel. Mire készülnek pontosan? Hát nálunk az UNESCO program azt jelenti, hogy egy délután mindig a 10. évfolyamosok egy-egy országot bemutatnak a többiek számára, nyilván egy kis történelemmel, énekkel, tánccal, mozgással, mindenféle vidám dolgokkal is fűszerezve. Ezt a többi diák nagy élvezettel hallgatja, nézi. Úgyhogy utána éveken keresztül mesélik, hogy az ő osztályuk melyik országot mutatta be, és milyen sikere volt ezen az esten. Hát ezen kívül pedig különböző előadások, meghívott vendégekkel való találkozások szoktak szerepelni ennek a Lászlós hétnek a programján, illetve sportesemények. Ebben az évben Szent László évet ünneplünk. Miben lesz eltérő ez a program a korábbiakhoz képest? A kőbányai iskolák között ugye van Szent László általános iskola, van Szent László gimnázium, illetve az Rínyi gimnázium is bekapcsolódott ebbe a szervezésbe, úgyhogy különböző vetélkedők, tanulmányi versenyek lesznek a Szent László év alkalmából, koncertek is. A mi iskolánk egy rajz és képzőművészeti pályázattal fog részt venni ennek az emlékévnek a program sorozatában. A Szent László legendákat kell majd képzőművészeti alkotásokkal a gyerekeknek megeleveníteni. Ma estére mivel készültek, mi a műsor és ki a sztár vendég? Hát ez egy hagyományos úgynevezett szülői bál, aminek a programját a mai diákok, a korábban érettségizett diákok, sőt, hát ebben az esetben olyan szerencsések vagyunk, hogy Sasvári Sándor színművészt is itt köszönhetjük, mert a leányával, Lénával fog együtt énekelni. Léna a mi növendékünk, úgyhogy ezt a soha visszanemtérő alkalmat is kihasználjuk, és ők is fellépnek a mai estén. De egyébként diákok, tanárok, akik művészkednek, énekelnek, zenélnek, ők alkotják a programnak a gerincét. Ez a 4. alkalom, hogy ilyen bált szervezünk, és most már olyan jó a visszhangja, hogy nem is tudtunk minden igényt kielégíteni, úgyhogy már fölmerült, esetleg egy nagyobb termet kellene keresni, mert ez a terem már szűknek bizonyul. Olyan sokan érdeklődnek iránta, és az külön öröm nekem, hogy a mai diákok szülei mellett egyre többen a régi diákok közül is eljönnek ebbe a bálba, azért is, hogy egymással találkozzanak, és talán egy kicsit azért is, hogy velünk találkozzanak. Azt az információt kaptam, hogy az ön lánya ide jár ebbe a gimnáziumba. Miért éppen ezt az intézményt választották? Nagyon jó az információ. Egyik legjobb iskola, Szent László. Angol tagozatra jár, neki már megvolt általános iskolában a középfokú angolja, úgyhogy ezt még itt tovább tudja öregbíteni.
és nagyon közel van hozzánk, úgyhogy több szempontból is nagyon-nagyon kiváló. Jó tanárok vannak, jó a csapat, most volt pont egy ilyen kampány, ott én is segítettem neki, hoztam be lovakat, és nagyon-nagyon jól érzi magát ebben az iskolában. A mai estének ön a sztár vendége, milyen előadást hallhatunk öntől, milyen dalokkal készült? Nagyon nehéz, 20 percet kértek tőlünk, és a Lénával együtt is énekelünk, úgyhogy nagyon nehéz a 40-50 órányi repertoáromból kiválasztani azt a 20 percet, úgyhogy én körülbelül 3 dal erejéig fogok szóhoz jutni. Legyen ez meglepetés, de musicalekből is fogok énekelni, meg saját lemezemről is, és duettet is fogunk énekelni a Lénával, gyönyörű szép duettet. Legközelebb mikor láthatjuk Önt itt Kőbányán a 10. kerületben? Sokszor járok erre, bármikor, amikor meghívást kapok, nagyon szívesen jövök iskolai rendezvényekre is, és egyébként is fellépésekre, bármikor. A Kőbányai Írók Költők Egyesületének antológiáját mutatták be a Kőbányai Szabó Ervin könyvtárban. Az Egyesület legújabb kötete a Mindennapi Hőseink címet viseli, ami egy átfogó képet mutat a kőbányai kötődésű szerzőkről, akik akár betegségükben is írnak, költenek, vagy éppen festenek, olykor dacolva még a halállal is. A nemrég kiadott gyűjteményről és az Egyesületről annak elnöke Karadzs Zsigmond beszélt. Ez nagyon régen kezdődött, most a 10 éves évfordulót ünnepeljük, mint egyesület, de már előtte másfél évvel, 2005-ben kezdődött ez a dolog, mégpedig úgy, hogy Kanizsa József, akit nem látok, hogy itt volna most, ő közzétett a Kőbányai Újságban egy felhívást, hogy akit érdekel az irodalom, az jöjjön el az Újhegyi Könyvtárba. És hát úgy látszik, hogy sok mindenkit érdekelt az irodalom, olyanokat is, akik hát maguk is foglalkoztak versírással, szép irodalommal, vagy egyébben. Hát én magam történész vagyok, én inkább történetírással foglalkoztam, vagy pedig irodalomtörténeti dolgokkal, hogyha olyan forrásokra akadtam, levéltárba, könyvtárba, vagy bárhol. Ja, most látom egyébként, hogy Kanizsa József is megjött, köztünk van. Ő tette közzé ezt a felhívást, és hát az első alkalmakkor, hát egyébként havonta jöttünk össze az első alkalom után, és olyan talán 15-20-an lehettünk legelőször. Már nem tudom felidézni mindenkit, akik itt voltak. Azt egyébként magamnak is kijegyzeteltem, hogy 7 vagyunk, akik már akkor... Tehát 7 vannak a kemény magok, igen, mondjuk így. Kemény mag, igen. És hát úgy gondoltuk, hogy jó lenne egyesületté szerveződni. És ez 2007. január első alkalmakor hát meg is történt, és engem választottak elnökké, ami egy kicsit furcsa volt számomra is, mint történész, a írók és a költők, prózaírók között. Egyébként a
képzőművészetet is bevettük később. Ők is antológiánkba szerepeltek több alkalommal is, különféle képekkel. Hát részben amelyek hozzáillettek valahogy a szövegekhez, akár vershez, vagy prózához, de olyan is volt, aki külön csak a saját művészetét mutatta be. Árulja el nekem azt is, hogy hányadik alkalommal mutatnak be most antológiát, és miről szól ez a mostani, kik írnak benne? Hát ez nehéz megmondanom, hogy mert minden évben nem sikerült szervezni ilyen bemutatkozást, de egyébként volt nagyon kellemes meglepetésünk is, mert például a Petőfi Irodalmi Múzeum is meghívott bennünket, és ott egy nagyon sikeres bemutatkozás történt. Hát részben úgy, hogy hát vagy az illető szerző olvasta föl, hát vagy akinek a hangja éppen nem volt arra alkalmas, hogy hát az utolsó sorból belevőknek a füleihez is eljusson. Így többen voltak, akiket hát mások képviseltek, és itt volt egy színésznő is, hát a neve nem jut eszembe most elnézést, és hát ott is bemutatkoztunk, nagy sikere volt, tele volt az egyik nagy terem. Hát Kőbányán kevesebb sikerünk volt. Bemutatkozásunk történt a Szent László gimnáziumban is, aztán itt akkor még a, de ez most is Szabó Ervin könyvtár, igen, mert Patakit akartam mondani, hát annak a területén van ez a Szabó Ervin könyvtár, itt is volt bemutatkozásunk, és volt a Újhegyi könyvtárban is. Az volt eleinte a törzshelyünk. A legutóbbi kiadványunknak Mindennapi Hőseink a címe. Miért ez lett a cím? Hát ez azért lett, mert az egyszerű emberekről szól általában. És mindenkinek a saját történetét, emlékezetes történetét mutatja be. Akár egy hajléktalanról szól, vagy akár vele megtörtént esetet, hát ihletet, költészet belőle, vagy próza. Hol juthatunk hozzá ehhez a kiadványhoz? Hát a kiadványhoz a legutóbbiból úgy tudom, hogy még van egy pár példány, hát az egyesületünknél. Hát jelesen a Oswald Gyuri tárolja most ezeket, ő a titkárunk. És hát mondjuk nálam is lehetne, csak nálam, hát rengeteg könyv van, úgyhogy lehet, hogy 25-30 ezer kötet is, úgyhogy már nem nagyon férek el, lassan kiszorítanak a könyvek a lakásból. Ilyenkor, mikor egy antológia bemutatójára kerül a sor, akkor két dolgot mindenféleképpen el kell mondani. Az egyik dolog az éppensége maga az előadás. Ugyanis túl azon, hogy azok az alkotók, akik vállalják magukat az írásaikkal a nyilvánosság elől, most nem csak olyan formában, hanem élő szóban is megnyilatkoznak. És ez mindig egy hatalmas dolog, mikor az embernek nem csak az írásait, hanem a lelkét is oda kell tenni amellé, amit éppen alkotott. Mindig nehéz feladat, nem is mindig sikerül tökéletesen, de ez nem baj, mert miért is kellene, hogy tökéletesen sikerüljön? Az a lényeg, hogy az ember az íráson kívül élő szóban is tudja saját magát adni. Ez tartozik hozzá a ilyen fajta megoldáshoz, hogy minden egyes alkotó elmondja egy-kettő kivételével a saját maga írását, vagy annak egy részletét. Tegnap a internetnek is pontosan Facebook oldal böngészése közben egy nagyon kellemes meglepetés ér. Egy Sárosi Gyöngyi nevű olvasónk azt írta az antológia meghirdetéséhez. Sok sikert, rosszul mondtam ennek, sok sikert hozzá gratula.
és ezt a rövid mondatot kaptuk, és tulajdonképpen mi igyekszünk, és az összes többi majd a közönség. Az antológiáknak, mint jeleztem, is három része lesz ezen a bemutatón. Az első mindenféleképpen azt a jelzőt viselheti idézőjelvetével, vagy in memoriam, tekintett arra, hogy olyan halottainkra emlékezünk, akiknek az írásai vagy alkotásai benne vannak a jelenlegi antológiában. Ezek közül is az első Varnos Szavér, aki különösen azért fontos, mert több egyesületnek is tagja volt, így a Kőbányai Írók Költők Egyesületének és a Kőbányai Képzési Iparművészek Egyesületének is, és nem csak ott tagja, hanem aktív tagja volt. Sokakat indított pályán, sokaknak adott motivációt, többek között nekem is, ahhoz, hogy írjak és fotózzak. Ebből fakad az a rész, amikor én azt kérdeztem Szavér bátyámtól, hogy mennyit számít, hogy kinek milyen a fényképezőgépe, hogy kell egyáltalán elképzelni az ő munkásságát fotóügybe, lehet-e őt fotoművésznek nevezni. Visszautasította, hogy Gyurikám, én csak egy egyszerű fotográfus vagyok, és ez ki is hangsúlyozta szót. Annyit hozzátett, hogy nem a fényképezőgép dönti azt, hogy az legfőbb egy kép minőséget biztosít, de a képnek sohasem a minőség a lényeg, hanem a képnek a tartalma, a mondani valója, ahhoz pedig egy pajtásgép is jó. Már aki emlékszik a pajtásgépre. Szavaival ellentétben a Kapdeb Loránd professzornak az a megállapítása, amíg Szavér kiállítása hangzott el, és ezt én idézném is. Azt mondta a professzor úr, hogy az idősebb Szavér képeinek világa ott kezdődik, ahol a látvány zárul. Láthatni akarja a láthatatlant, megérezteti mindazt az összefüggést, amely az univerzumot érzékelő szálakkal összeköti. A múlandóság képeibe az újjászületés csomagolja számunkra. Ennyit arról, hogy milyen fotográfus volt, és az, hogy milyen zenész volt, tekintett arra, hogy ő elsődlegesen zongoraművész volt, akkor egy vele készített interjúmból szeretnék idézni a zenész múltjáról, és erről pedig ezt mondta a kérdésre adott válaszában. Na, beszélhetünk erről, igen. Zongorázni tanultam, és a konzervatórium elvégzése után, meg közben is ebből éltem. Emlékszem, első keresetem egy indirekt pénzszerzés volt. Katonákat szállásoltak be hozzánk, 44-ben történt, és kevés volt a hely. A pianinót kitettük a folyosóra. Hideg volt, és az egyik orosz katona fogta a fejszét, éppen belevágatta a fedélbe, amikor ráordítottam, hogy nyet, nyet, jamuzsikus! Valami csoda folytán ez hatott, abba hagyta, én rögtön odaálltam, és ki is próbáltam a zongorát. Mondott a katona valami oppojemagy féle, szerintem káromkodást, de fölhagyott az aprítással. Valahogy így emlékszem vissza azokra az időkre, mondta még utána Szavér, és tulajdonképpen a magyarázat arra, hogy ő, mint zongoraművész, hogy tudta elfogadtatni azt az életet, ami egy bárzongoristához tartozik, és nem koncertpódiumon zongorázik. Az én emlékezésemhez még egyetlen egy mondat tartozik hozzá, az írása, amiben én egy megjelent kötetéről tudok, fiának többször volt társzerző, és az ő saját kötetével kapcsolatosan, ami néhány példányban csak rokonságban, szűk baráti körbe lett terjesztve, de ugyanaz szép nyomdai kivitelben egyet mondott annak idején. Gyurikám, ha írsz, de mondhatnám bárkinek, mondta nekem, egyet törekedjé. Magadat írd meg, a te veled történt apró érdekességeket, dolgokat, a hétköznapi élet dolgait, az mindig érdekes és legfőképpen igaz. Szavért látogattam. Vagy 49 lépcsőt lassan megmásztam. Sírásra görbült szám, mikor őt megláttam. Árnyéka volt már önmagának, vagy tán kevesebb. Mivé lettél jó barátom? Csak rázom őszülő fejemet, csak rázom őszülő fejemet. Ez nem lehet igaz, e mély, marom fájó változás. Rosszabb ez sokkal, mint kínzó fogfájás. Az megszűnhet egy jó fogász kitépi helyéből, a seb, az meg begyógyult, futja a végtelen időholt. Mivé lettél jó barátom, csak rázom őszülő fejemet, csak rázom őszülő fejemet. Lágyult agyad, teljesen még nem omlott össze, de nyelved már botol, gavajodik értelmetlen. Szavaidat már képtelen, hogy értőn megformálja, így csak kísérleté vált annak helyes kimondása.
Mivé lettél, jó barátom? Csak rázom őszülő fejemet. Csak rázom, rázom őszülő fejemet. De remélem, hogy nincs még minden veszve. Melléd állhat még a mentő szerencse. Kiegyenesedsz újra, mint csodár erdei fenyő. Ismét szólhat zenét, mi oly derűsen felemelő. Leszünk mi még jó barátom, vigalommal telve. Hogy látja a jövőt? Meddig fognak még így közösen együtt dolgozni? Na most, hát ehhez végig gondolom azt, amikor elkezdtük, hogy azok közül, akik annak idején voltunk, pillanatnyilag heten vagyunk még tagjai, hát részben, ami hát szomorú, de hát az ember születik és meghal, hát tagjaink közül is jó néhányan elmentek a mindenélők útján. Hát akiket jelentősebbnek tartok, például Bolla Géza volt költő, 2-3 évvel ezelőtt hunyt el, és ami irodalomtörténeti érdekesség is, hogy őt, mint Leventét, ugyancsak internálták Bórba, Radnóti Miklóssal együtt jött visszafelé, még Abdára is emlékezett, amikor hát Radnótitól el kellett búcsúzni. A másik tavaly halt el, hunyt el, Varnusz Szavér, az idősebb Varnusz Szavér, ő is sokoldalú volt, nem csak írt, hanem egyéb művészi ágakkal is foglalkozott. De azért nyugtasson meg, hogy van utánpótlás. Igen, igen, úgy tűnik, hogy hát nem jó kifejezés, hogy azok helyett, de hát mégis azok helyett mindig jelentkeznek újabbak és újabbak. A hírünk azért a kerületen túlra is elterjedt, hát a Budapest környékén, vagy Budapest különböző kerületekből, még Hüvösvölgyből is jöttek el. Hát igaz, hogy elsősorban olyanok, akik valamilyen formában kötődtek Kőbányához, vagy itt laktak hosszabb ideig, vagy akár itt is születtek, és hát az embert mindig visszahúzza a szülőhelye elsősorban, de az a hely is, ahol hosszabb ideig élt és csinált valamit. Halász Judit adott koncertet a Kőrösiben, Kőbányán. A számtalan elismeréssel, a többi között Kossuth díja, Jászai Mari díja kitüntetett énekesnő, színésznő, érdemes művész, míg a Magyar Köztársasági Érdemre tiszti keresztjét is megkapta, olvasható az interneten. Színházi szerepei mellett filmben nyújtott alkotásaink kívül a gyerekdalok révén vált ismerté, hogyan került mindez az életébe? Hogy szerettem énekelni. Szerettem énekelni is, meg szerettem a gyerekeket is, de igazából nem a gyerekekkel kezdődött, én nem a gyerekeket céloztam meg. Szerettem volna énekelni, egy lemezt csinálni, és ebben nagyon... Szóval kedvet csináltak nekem zenészek is, meg férjem is, meg sok, én magam is. És csak elénekeltem azokat a dalokat, amelyek valamilyen hatással voltak a gyerekkoromra, a későbbi koromra, amíg felnőtté nem váltam. És aztán ezt a gyerekeknek kezdték el vásárolni a szülők, és nagyon gyorsan aranylemez lett. És amikor ezt észrevettük Brodyval, mert Brody volt az egyes számú segítőtársam az első lemez és a továbbiak elkészítésében is, akkor azt megpróbáltuk a gyerekeket, hát hogy úgy mondjam, megcélozni, és a gyerekeknek csinálni lemezt, a gyerekeknek énekelni. Az amikor én még kislány voltam című lemez, az már nekik szól. A gyerekek milyen szerepet töltenek be az életében, illetve voltak-e gyerekek, akik megkeresték önt? Van-e valamilyen sztori, amit elmesélne velük kapcsolatban?
Hát az nagyon sok napra nyúlna, amíg én elmesélném a gyerekekkel kapcsolatos történeteimet. Sok történet van, és sok érdekes történet van. Ma már nem nagyon ritka, hogy talán itt volt utoljára, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, amikor tiszta gyerekközönség volt. Mert általában családok jönnek az én előadásaimra, és családoknak szólnak a lemezeim. Ez azóta van így, amióta felfedeztem, hogy azok a gyerekek, akiknek én énekelni kezdtem hajdanán, azok felnőttek, és nekik is gyerekeik vannak. És ők is szívesen jönnek a koncertre, és szívesen hoznak olyan pici gyerekeket is, akik még nem alkalmasak arra, hogy nézők legyenek, de szívesen elhozzák, mert én úgy gondolom, hogy ők maguk szeretnének eljönni. És énekelek olyan dalokat is az ő kedvükért, amelyek az ő saját gyerekkorukra utalnak, de olyan dalokat is, amiket a mai gyerekek szeretnek. Történetem millió van, talán azt meséltem el a legritkábban még, hogy amikor a barátnőm kisfia iskolába ment, és iskola, valami miatt iskolát változtatott, és egy új kislánnyal ismerkedett meg, aki ott neki nagyon tetszett, volt, lehetett 8 éves, és azt akarta, hogy a kislány érdeklődéssel figyeljen rá, és azt mondta, hogy hát képzeld el az én barátnőm, aki a Mici Mackót énekli, és a kislány az vállatont, és azt mondta, hogy az én papám megírta. Véletlenül a Brodynak a legkisebb lánya volt. Tehát ezek már mind felnőttek azóta, úgyhogy semmi olyasmi nincs, ami őket megbántaná most, hogy elmesélem ezt a történetet. De hát ez elég mulatságos volt nekem is akkor, amikor meghallottam a barátnőmtől. Az Ismeretlen ismerős című filmben ön is szerepel egy kisfiúval, és számtalan dalt lehet ott hallani. Hogyan zajlottak a forgatások, és milyen visszhangja volt az alkotásnak a filmnek? Hát a forgatások azok úgy zajlottak, mint minden más filmforgatása, játékfilmforgatása. Ez egy forgatókönyv volt, egy kitalált történet. Ez nem az én történetem, de lehetett volna az én történetem is, a netántán úgy adódik. De nekem már régen felvett dalaim szerepeltek benne, azokból válogattunk néhányat. És a történet pedig egy kicsit mesebeli, kicsit valóságos. Én azt gondolom, hogy ahogy nőttek a gyerekek, szóval nem egészen kis gyerekekhez szólt ez a film, mert az egészen kis gyerekek talán nem is értették. De ahogy nőttek a gyerekek, és újra-újra megnézték, vagy megnézhették, mert hiszen megjelent DVD-n is, akkor egyre közelebb kerültek a történethez is, meg a filmhez is. És egy hallatlanul jó kis partnerem volt, aki azóta elvégezte a Színművészeti Egyetemet, és vágó lett belőle. Azon kívül Isten ilyen zongorázik. Mostanában mivel telnek a hétköznapjai? Mivel foglalkozik a koncertezésen kívül? Például a koncertezéssel, azon kívül esténként játszom a Víg Színházban, és hát készülök valami új dologra, de arról még nem szívesen beszélek, mert az még csak az előkészületek szintjén van, és majd, hogyha már kicsit előre haladottabb a dolog, akkor szívesen mondok róla mindent. Hogyan készültek a mai eseményre, milyen dalokat hallhatnak a gyerekek itt a koncerten? Én mindig akkor változtatom a műsorok szerkezetét, amikor megjelenik egy-egy új lemez. Ez a kezdődhet a mulatság lemez megjelenésekor alakult ki ez a program, ami elsősorban arról szól, hogy alakul ki egy család, és a gyerekek, amik felnőnek, mi mindenen kell átesniük, mi mindent kell megtanulniuk. Néhány ebből, mert hiszen mindent nem tudunk elmondani és elénekelni. Én nagyon szeretek Kőbányára jönni, mulatságos, nem laktam itt, nincs különösebb kőbányai kötődésem, de olyan helyes közönség, itt nagyon szeretem a közönséget, egyszerűen sokat járunk vissza mindenhová, de ez egy nagyon, nagyon szeretetre, nem tudom miért, szeretetre méltó közönség, én szeretek ide jönni. Oh,